Hölgyeim és uraim, most tudtam meg, hogy az egerek is lehetnek menthetetlenül szerelmesek. Még akkor is, ha az egyik a szürke, a másik a fehér családból származik. És most jól figyeljenek, mert varázsolni fogok. Abrakadabra! És itt van a két egér, illetve a két egér családból egy-egy képviselő. Kati Gábor, aki társulatvezető, és Szőke Dániel, a Minden egér szereti a sajtot című nagyművű előadásnak az egyik főszereplője. Mit kell tudni erről az előadásról? Jó napot kívánok, köszöntjük mi is a kedves nézőket. A fülek kapcsán akkor gyorsan azt el is mondanám, hogy amellett, hogy Kati Gábor vagyok, meg társulatvezető, emellett pedig Albin papát alakítom az előadásban, a Fehér Egér család főt. És hát mit kell tudni az előadásról? Magát a történetet Urbán Gyula írta, mégpedig 1981-es a sztori, és mi ezt 2015-ben mutattuk be a társulatunkkal, azóta repertoáron van, és most először jut el úgy Zuglóba ez az előadás, hogy lehet rá bárkinek jegyeket váltani. Úgyhogy, de a társulat a Zuglói. A társulat Zuglói, igen. Pár éve költöztünk át Zuglóba, és most már itt működünk, mint civil egyesület, civil szervezet. Hadd mondjuk gyorsan, hogy a vendégünk még Lili, aki egy kultúrkutya, mert abszolút minden előadáson ott van, és minden próbán ott van. Hát előadásokra még nem vittük egyébként be, de próbákra mindenképp. Azt gondoltam volna, bocsánat. Nem, egyébként jogos a feltételezés, mi is ezt gondoltuk, hogy majd előadás kompatibilis is lesz, de az a helyzet, hogy olyan érzékenyen reagál a gonosz karakterekre, hogy egyből megugatja nem bírja őket, és a próbán ezt megtapasztaltuk, ölből kirohanva megjelent egy gonosz karakter valamelyik próbán, nem feltétlenül az egeresben, mert itt nincs igazán gonosz karakter egyébként, hanem még a korábban májusban bemutatott Félőlény című előadásban, de hogy akkor Lili elkezdett ugatni, és ebből is látszik, hogy ezek a gonosz karakterek érthető és érezhető karakterek voltak. Na miről szól ez az előadás? Arról szól, hogy van két egércsalád, az egyik ott lakik egy sajtkészítő műhelyben, és ebbe a sajtkészítő műhelybe megérkezik a másik család, a fehér egércsalád, a szürkék laknak ott eleve, és hát nem szívlelik egymást mondhatni, de van mindkét családban egy-egy fiatal gyerkőc, akik megkedvelik egymást, és hát fokozatosan egymásba is szeretnek, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy ők valahogyan kibékítsék a két családot. Akkor ez egy egér Rómeó és Júlia, így van? Mondhatjuk. Lényegében igen. Tehát megfűszerezve még ugye azzal, hogy ugye társadalmi különbségek, mert hát a fehér egér az egy úri család, a szürke egerek még inkább ez a, hát talán a munkás réteget képviselné igazából. És hát igen, tehát egy ilyen szerelmi szár alakul a két kisegér között, és hát sok megpróbáltatás közepette végül is a végén sikerül kibékíteni. Nyugtassanak meg, hogy ezt akartam kérdezni, hogy minden rendben lesz a végére. Nem, itt nem lesznek olyan halottak, mint a Rómeó és Júliában, úgyhogy ez ebből a szempontból azt gondolom megnyugtató mindenképp. Kiknek szánják ezt a darabot? 3 éves kortól ajánljuk magát az előadást, felső korhatár igazából nincsen. Szóval aki úgy érzi, hogy elmúlt 3 éves, jöhet. Tehát apuka, nagymama, kisunok, mindenki jöhet. Abszolút, és a jegyeknél egyébként még külön nyugdíjas gyerek kategóriát egy nyáron létre is hoztunk. Mikor lesz a következő előadás? Hát a most következő az jövő héten csütörtökön, tehát július 27-én 17 óra 30 perctől lesz látható a Zuglói Civilházban. Azt mondta az előbb, hogy már volt egy előadásuk, illetve egy másik bemutatójuk még a tavasszal. Ez igen. A Félőlény? Vagy... Igen. Békés Pál Várkonyi Mátyás a Félőlény című zenés mesejátéka. Ebből eddig 4-et játszottunk. Még május elején mutattuk be, és azóta még volt 3 előadás. Aztán remélhetőleg ősszel ez folytatódik.
a színészek, a díszlettervező, a kosztümös, ez egy amatőr csapat tulajdonképpen? Mondhatjuk, hogy igen, de sok tekintetben már azért e fölött van, ha lehet ilyet mondani, hogy fölötte van. Bár én mindig egyébként ezzel egy kicsit hadilábon álltam, hogy mi a különbség a kettő között. A legfőbb különbség az viszont egyértelmű, hogy azoknak a csapatoknak, akiknek mellette civil állásuk van, és nem csak ezzel foglalkoznak, vagy legalábbis a csoportból nem mindenki csak ezzel foglalkozik, nekik kevesebb idejük jut próbálni. Ennél fogva ilyen értelemben a profinak vett csapatok, akár közszínházak, ők nekik pedig ugye rendszeresen napi szinten ez a tevékenység, úgymond. Tehát máshol is dolgoznak, mint színészek? Színészek is, meg van civil állás is sokaknak. Nekem is van civil állásom mellette. Elárulja, hogy mi ez? Hát nem tudom. Elmondjam, tanító vagyok. A legszebb pályák egyike. És ön? Én színészként tevékenykedem, úgyhogy máshol is, vagy csak itt? Máshol is. Igen, illetve szinkron szerepekben is, szinkron stúdiókban is. Mire tanít meg ez az egész sztori minket? Én azt gondolom, hogy van egy nagyon-nagyon fontos üzenete, mégpedig az, hogy valójában mindenhol meg lehet találni azokat a pontokat, amitől hasonlóak vagyunk, amiben mi hasonlítunk egymásra, és nem folyton a különbségeket kell keresni egymás között. Tolerancia, szeretet, szabadság. Abszolút. Békesség. Így van. Így van. Szeressük egymást, gyerekek. Nagyon sok sikert kívánok nektek, és a következő bemutatókhoz is, itt Zuglóban. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen.